A kézilabda kapusok modern technikai képzéséről tartott előadást Kalocsai Erika, a DVSC Kézilabda Akadémiájának kapusedzője a Kisvárdai Sportcsarnokban. Itt rendezte meg közösen országos edző továbbképző szakmai napját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség és a Nemzeti Edzőképző Központ. A hálóőr képzés mellett további négy témában láthattak előadást, illetve bemutató edzést az ország számos pontjáról érkező szakemberek. A témakörben egy picit a térségnek a sajátosságait is belevettük, úgyhogy volt egy kondicionális képző köredzés feladatsor, amit Búzák kollega vezényelt. Most volt egy Kalocsai Erika által, a Debreceni Akadémia által bemutatott kapus alapképzésről. Most következik egy teljes kerek edzés a Sárospataki Református Gimnázium csapatával. Délután jön a Drizner Péter Mezőkövesdről a szélső játékosok helyzetbehozásáról, és hát nem maradhat ki a strand kézilabdának a léte. Budapestről jön egy kollega, Pinizsi Zoltán. A Sárospataki RKG Alapítvány U17-es és U14-es lánycsapata egy teljes edzést teljesített Kisvárdán. Edzőjük Páncél Héjas tímja egy komplex technikai, taktikai feladatokat felvonultató tréninget állított össze, amely főként a kis heti edzésszáma dolgozó csapatokat irányító szakemberek számára lehetett hasznos. Jó néhány gyakorlatot hoztunk, amivel fel tudom vázolni, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak az edzőknek, akiknek komplex gyakorlatokon át kell megtanítaniuk a játékosaikat, hiszen kis heti edzésszámmal, akár kettővel, hárommal dolgoznak, és nincs lehetőségük arra, hogy külön-külön edzéseket szálljanak ezekre. A Vármegyében első alkalommal megrendezett esemény népszerűségét jól bizonyítja, hogy több mint 200 edző vett részt a gyakorlati továbbképzésen. Ez az idén 70 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség számára is fontos visszaigazolás volt. Olyan szegmensét érinti a Magyar Kézilabda Szövetség és a sportágunknak, amelyek alap pillérei az edzők, és láthatjuk, hogy azért a ismerős arcokkal is összefuthatunk a mai napon, akár Elek Gáborral, vagy Köszner Vilmossal, akit egyébként a televízió képernyőiről ismerhetünk. Nekünk igazándiból azért fontos, hogy megismerkedhetnek a sportágnak azon fejlesztési területével, amit előre egyébként a Nemzeti Edzőközpont számunkra oktatási anyagként lead, és itt az előadásokban demócsoportok segítségével tudják az edzők megismerni azokat a fejlesztési területeket, stratégiákat vagy alapokat, amelyekre szükségük van a későbbi munkájuk során. A Kisvárdán tartott szakmai nap fő célja az volt, hogy a résztvevők minél több gyakorlati példáját elsajátítsák a modern technikai és taktikai módszereknek.